Sziasztok! Ebben a videóban a Kiwis nyereményjáték váravált eredmény hirdetését fogom meghirdetni. A váravált eredmény hirdetésen az a lényeg. Körülbelül egy hónapja csináltam egy egyparancsos szerkezetet, és az volt a feladat, hogy e köré építsetek egy pályát. A szerkezet 5 tárgyat adott a pályához, mindegyikhez tartozott valamilyen képesség. A nyereményjáték meghirdetése már nem elérhető, de a szerkezet linkjét ezzel a videó alá is berakom a leírásba, hát ha esetleg valakit még érdekel, tanulmányozná, vagy esetleg felhasználná. Az egyik tárgy egy mag volt, ami létrát növesztett, ha ledobtuk a földre, pontosabban nem csak úgy a levegőbe, hanem a mellette lévő függőleges felületre. A másik egy TNT volt, amit ha kidobtunk, akkor felrobbant. Aztán volt egy bájital, amit ha entitásra dobtunk, akkor azt kicsit megemelte. Volt még egy smaragdblokk is, amit hogyha kidobtunk, akkor kaptunk egy smaragdot, amit ha eldobtunk, akkor a smaragdhoz teleportáltunk. És végül a kakaóbab, amit fűblokkra dobva a virágot növesztett. Ezeket kellett valahogy felhasználni egy kalandpályán, lehetőleg ugye értelmesen. Nyilván azokat a pályákat értékeltem legjobban, ahol szépek az építmények, érdekes a játékmenet, a történet, és ezeknek a tárgyaknak is van értelme. Ez alatt azt értem, hogy passzol a játék történetéhez, hangulatához, stílusához, hogy van értelme használni a tárgyakat. Például volt olyan pálya, ami egy szabadulós pálya volt, és igazából nem is kellett használni ezeket a tárgyakat, csak úgy mellékesen meg lehetett őket szerezni. Hát ez nyilván kisebb eséllyel indult, mint az, aki értelmesen felhasználta ezeket. Sok ötletes és kreatív pályát kaptam, éppen ezért úgy döntöttem, hogy nem csak a 3 nyertest fogom bemutatni, hanem ezen kívül még pár pályát, amit én úgy ítéltem, hogy elég érdekesek vagy kreatívak, tehát amikről érdemes beszélni. Harmadik helyezett, DRZ pályája, az új találmány születése. Szépen kidolgozott ötletes pálya, engem igazából a története fogott meg, arról szól, hogy a bácsikánkkal élünk, aki egy feltaláló. Neki segítkezünk, és egy új találmányához kell beszereznünk alapanyagokat, aztán történik egy kis baleset. A kezdőszoba nagyon látványos, tetszik, hogy így mindig ugyanoda kerül a gomb, hogy így lecserélik egymást a menüpontok. Ő úgy használta fel a létrát, hogy amikor lemegyünk a pincébe egy csavarhúzóért, akkor leszakad az ott lévő, és újra kell telepítenünk. Nekem ez tetszik, szerintem ötletesen megoldotta. Viszont a virágnál sajnos ő is azt csinálta, mint nagyon sokan, hogy hát ki kell menni a kertbe és virágot ültetni. Szerencsére azért voltak egyébként ennél kreatívabb megoldások, majd látni fogjátok. A TNT-t bányászásra kell használni, és valahol itt vesztettem el a fonalat a történettel kapcsolatban. Az elején nagyon tetszik, hangulatos, meg minden. Aztán a barlangban beszélünk valami gázt is, ami kiüt minket. Ó, csak nem valami utalás. Szóval a kórházban ébredünk, és oké, hogy meggyógyítottak, de csak úgy tudunk kimenni a kórházba, ha átdobjuk egy kis lyukon azt a teleporter smaragdot, mert az, hogy az orvosok is így közlekednek. Itt már olyan érzésem volt, hogy nem volt ötlete azzal a szegény teleporttal. Úgyhogy ez a része nem tetszett. Egyébként a bácsika találmánya pedig a levegős potion volt. Szóval összességében ez egy jó kidolgozott pálya, ott a történetben van egy fekete pont a vége felé, de szép pálya és hangulatos pálya, megérdemli a 3. helyet. Második helyezett, Caledrill Egy kis varázslat című pályája. Megint csak elmutatom, hogy nagyon szép, ötletes, jól kidolgozott pályáról van szó. A története az, hogy egy varázsló tanonca vagyunk, a varázsló pedig kiküld minket a nagyvilágban, pontosabban a közeli faluban, hogy segítsünk az ott lakóknak. Tetszik, hogy a pálya elején van egy kis tutoriál, megmutatja, hogy mire valóak ezek a tárgyak. Gondolt azokra is, akik esetleg ki fogják próbálni a játékot, de nem ismerik a nyereményjátékot. Ami még tetszik a pályában, az a humora, nagyon jól el van találva. Tulajdonképpen egy ügyetlen tanoncot alakítunk, aki folyton csak bajt okoz. Ez az egyik olyan pálya, ami a legkreatívabban használta fel ezt a kakaóbabos virágos dolgot. Konkrétan egy ember panaszkodik, hogy nincs semmi a kertjében, hát mi ugye automatikusan elkezdjük ültetni a virágokat, majd mikor befejezzük, panaszkodik, hogy de hát ő zöldségeket akart. Szóval minden szupcsi a pályával, de hogy mondjak negatívat is, az elején nagyon zavaró volt ez a megoldás. Körbe vagyunk zárva barrierekkel, és időzítve jelennek meg a szövegek, nem tudunk mozogni, ugye próbálunk rángatózni, meg ugrálni, meg valami, tehát hogy le vagyunk fogva, és hát az ember nem tudja, hogy időzítve jelennek meg a szövegek, legalábbis először ugye nem tudja, úgyhogy ez egy kicsit zavaró. Egy fokkal jobb lett volna, hogyha mondjuk nincs így bezárva, hanem szabadon szaladgálhat. Még akkor is ott van, hogy akkor meg azt hiszi, hogy a mászkálásra aktiválja a szövegeket. Hát, szóval nem tudom. Én nem csinálnám ilyen időzítetre, nekem ez nagyon fura volt, de egyébként lehet, hogy másnak tetszik. És az első helyezett Hellfer, Gardax, Kukacember és Popetike pályája a barlang. Hát srácok, minden elismerésem, nagyon jó pálya lett. Ha nem nézzük, hogy Kiwis nyereményjáték, akkor is szerintem önmagában egy nagyon élvezetes és tök jó pálya. Tényleg, még csak a pálya közepén tartottam, már éreztem, hogy ez tuti dobogós lesz. Csak rá kell nézni, például itt van a tutoriál. Engem nagyon megfogott ezek a lebegő szövegek, meg egyébként is szépen van díszítve, és tök jól néz ki egybe, úgyhogy elképzelhető, hogy én ezt valahol föl fogom használni, engem nagyon megfogott. A történet is teljesen rendben van, arról szól, hogy elindulunk a gyógyszertárba, beszakad alattunk a föld, és ott álljuk magunkat egy barlangba, ahol a fák ősi szelleme megkér minket, hogy segítsünk neki, egy facsemetét kell kivinni a felszínre. Jó, hát kicsit furán hangzik, de egyébként tök jó. Tehát így követ ez a kis facsemete, ez nagyon ötletes megoldás. Ez is olyan apróság, de tök jó földobja a pályát. Innentől kezdve egyébként a barlangban ilyen logikai feladatokat kell megoldanunk, tök jó felhasználták mindent. A virágot is tök értelmesen felhasználták. Itt úgy működik, hogy kineveztjük a virágot, aztán pár másodperc múlva kapunk abból kakaóbabot. Az effektek nagyon jók, a díszítés látványos. Ez egy teljesen jó, normális, élvezetes pálya. Persze lehetne panaszkodni, hogy ezt többen csinálták. Igazából nem kötöttem ki, hogy egy ember küldhet pályát, de ők is ugyanúgy egy nyereményt fognak kapni, úgyhogy nem tudom, majd 4 felé osztják a kódot és úgy írják be. Gratulálok a nyerteseknek, és köszönöm, hogy ilyen jó pályát hoztatok ki ebből a rendszerből. A kódokat napokon belül meg fogom küldeni, egy kicsit várok, hogy először a videót lássák, hogy meglegyen az izgalom. Most pedig megmutatnék pár pályát, amikben találtam valamit, ami nekem nagyon tetszett, viszont nem voltak elég kidolgozottak, vagy szépek, vagy igényesek, tehát hogy volt valami nagy szépséghibájuk, de alapvetően jó ötletek voltak benne, amikre úgy éreztem, hogy meg kell osztani. Milán pályája a kommandós. Nagyon tetszik az alapötlet, hogy egy kommandóst alakítunk, azt hiszem még nem is találkoztam ilyen pályával, de legalábbis nem sűrűn. A gond az, hogy a történet teljesen irracionális, tehát látszólag valahogyan semmi értelme sincs annak a 4 jelenetnek, amikor kiszabadítjuk az embereket. Nagyon tetszik, hogy használ resource packet, ráadásul ötletesen, tehát például a létra, illetve ami lerakja a létrát, az egy ilyen zsák, aminek kis létra ikon van, ez nekem nagyon tetszik. Viszont ugyanakkor a pálya elvileg érvénytelen, hiszen a kakaóbab az nem rak le virágot. Én kifejezetten kértem a videóban, hogy a kakaóbab az rakjon le virágot, hiszen így kihívás, viszont az ő pályán csak felrobban. Botetta pályája a 4 szál rózsa. A legnagyobb gond a pályával az, hogy hát egyrészt nincsen megfogható stílusa, másrészt nagyon kaotikus. A történet az, hogy elrabol minket egy öregasszony, és arra kényszerít, hogy lopjunk el neki 4 szál rózsát, mert ezek valami földön túli atomübertáp rózsák. Ezzel nem is lenne gond, viszont a végére valahogy összehaverkodunk vele, és nem is igazán értem, hogy miért, hiszen végig kényszerít minket arra, hogy valami olyat tegyünk, amit egyébként nem akarunk. És a végén is egyébként lenne lehetőségünk megbosszulni, hiszen a világ urai leszünk, de mégse tesszük, hanem happy-happy. Ez nem tudom, ez nekem valahogy nagyon fura, meg az a 4 különböző helyszín, illetve történet, hogy megszerezzük a rózsákat, azok is valahogy a komoly és a komolytalan között lebegnek, úgyhogy nekem valahogy nem sikerült megfogni a pálya stílusát úgy igazán. Ami miatt viszont azt gondoltam, hogy ezt a pályát érdemes bemutatni, az egyrészt a hossza, ez volt a leghosszabb pálya, amit beküldtek, szerintem vagy 4-szer olyan hosszú volt, mint a többi. A másik meg, hogy a tárgyak úgy elvesznek benne. Tehát én nem emlékszem már pontosan, hogy hol kellett használni például a TNT-t. Nem most játszottam végig, az is igaz, viszont a többi pálya a tárgyakra van kihegyezve. Tehát, hogy nem sok tárgyat kapunk azokon kívül, sőt, sokszor csak azokat a tárgyakat használjuk, amiket én a szerkezettel megcsináltam. Ennél a pályánál viszont sokkal több tárgy mozog, sokkal több tárgyat kell használni, úgyhogy így beleolvad a pályába, és ez így tetszik. Szóval ő tényleg úgy beleépítette a pályába. HorvMi pályája a varázsló. Ez egy nagyon egyszerű és rövid pálya, de éppen ezért tetszik. Nem vállal túl sokat, nem használ nagy szavakat. Egy egyszerű kis pálya, és hát minden teljesít, ugye, amit vállal. Röviden arról van szó, hogy öröklünk egy kis vagyon, de a padláson van, viszont nincs létránk, a szomszéd nem tud adni, ezért elküld egy varázslóhoz, aki segít nekünk egy kis szívességért cserébe. Ez egy tök alap, egyszerű fantasy pálya, nem túl nagy durranás a történet, viszont nincsenek is benne hibák, meg logikai buktatók. Jó, mondjuk egy van, hogy nem értem, minek kell virágot ültetni a templom elé, hogy ez mérje a varázslónak. Viszont a barlangos rész az engem nagyon megfogott. Például a bájtalt azt úgy kell használni, hogy egy malacra rá kell dobni, és hogy el tudjunk menni egy szakadék fölött. A TNT-vel creepereket kell ölnünk, és mivel leszakadt a lépcső, a smaragdot tudunk majd visszateleportálni. Tök egyszerű, de szerintem minden tök jól használt, odaillik a pályához és a környezethez. Viszont pont emiatt a nagy szerénység miatt nem fér bele az első három helyezetbe, ugye ennél sokkal kidolgozottabb pályák vannak. Lupix 11 pályája a kézikönyv megmentése. Ez szintén egy nagyon egyszerű történetű pálya, elrabolják a kézikönyvet, mert kiszabadítjuk, de tényleg még csak nagy kalandozás vagy nyomozás sincs előtte, nem sokat kell sétálni, aztán oda is érünk. Azért válogattam be ezt a pályát, mert egyébként a kidolgozottság és a díszítése az nagyon jó. Tehát a kidolgozottsága tök jó, csak valahogy a történet, meg úgy a hangulat, meg hogy hiányzik belőle az a plusz, ami a többi fölé emelné. De egyébként tényleg tök jó ki van dolgozva. Nagyon tetszik benne az az elem, amikor a főszereplő, a varázsló úgy dönt, hogy elmegy jósolni, és az univerzummal akarunk beszélni, illetve elmegyünk beszélgetni az univerzummal, és ez az ötlet meg, ahogy ki van alakítva az a terep, az nekem nagyon tetszett. Dareth pályája a kaland. Ennek a pályának az alaptörténete fogott meg engem. Egy csoport régész talál egy ilyen föld alatti titkos valamit, és mindegy logikai feladatokat kell megoldani, hogy eljussunk a legendás kincshez, tehát egy kis Indiana Jones-ozás. Viszont a kidolgozottsága már nem túl fényes, nem túl szépek az építmények, meg a feladatok sem túl kidolgozottak. Az első dolog például, ami nekem szemet szúrt, hogy jön egy csoport régész, tábort vernek, de úgy vernek tábort, hogy egy lyuk van a tábor közepén. Tehát a lyuk egyik oldalán van a csoport egyik tagja, a másik oldalán meg a másik tagja, ezt úgy nem igazán értettem. Kihelyez így a sátrakat. Egyébként a feladatok tetszenek, a lebegő posont például itt is úgy kell használni, hogy egy malacra kell dobálni, csak itt azért, hogy magasabb helyre jussunk el. A másik dolog, amit még kiemelnék, a legelején van egy könyvtárból indulunk, ez is ugye passzol ehhez a nyomozós, régészes stílushoz, és a gombok úgy vannak, hogy egy-egy betűhöz tartoznak, tehát a T betű a tudnivalók, az S betű a segédeszközök, az S betű a szabályok, tehát egy-egy betűhöz egy-egy menüpont tartozik. Nagyon ötletes. Mint ahogy ugye a könyvtárban a könyves polcok ABC rendben vannak rendezve. barnx8 pályája a barlangok mélyén. Az összes beküldött pálya közül ez a legszebb. Nagyon tetszik rajta a díszítés, gyönyörű pálya. Nézzétek meg, iszonyatosan látványos. A történet az, hogy a pókok rossz fát tettek a tűzre és ellepték a környéket, nekünk meg erekéket kell visszaszerezni. Ez még úgy rendben is lenne. A legnagyobb gond a pályával az, hogy folyamatosan gyártja a pókokat. A játék menet az elején olyan, hogy van egy hatalmas zárt rész, és ezen kell megtalálnunk az erekéket, meg egy kulcsot is meg kell találnunk. És az a baj, hogy közben folyamatosan jönnek a pókok, tehát így egyszerűen nem lehet keresgélni, hogy közben meg folyamatosan pogyog a fejemre a pók. Ha pedig ugye meghalunk párszor, akkor felgyűlnek, és olyan sokan lesznek, hogy mire megölünk párat, addigra a termel is párat, úgyhogy sajnos ez a rész valahogy úgy nekem így nem jött be. Egyébként sem szeretem az ilyen keresgélős játékmenetet, ahol van egy rakás hely, meg egy rakás blog, és így nézegetni kell minden zegzugba. Valahogy engem nem kötnek le ezek. Szóval nagyon sajnálom, pedig nagyon látványos pálya, és a szövegek is szépek, és minden annyira szép, de maga a játékmenet nekem nem jött be. Kellermann Gergely és Balog Richárd pályája a dezertőr. Ebben a pályában azt tetszik, hogy a hogy a világa az nagyon egyedi, az első világháborúban játszódik, és hát emlékeim szerint nem sok kalandpályával találkoztam, ami ilyen világháborús témájú lett volna. A történet egyébként annyi, hogy egy katona vagyunk a világháborúban, aki egy darabig teljesíti a parancsokat, aztán úgy dönt, hogy dezertál. Jó, ez nem sok, nagyon leegyszerűsítettem, és igazából nem is lenne ezzel gond, de sajnos a pálya kidolgozottsága az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerény. Például az ellenség, a franciák, azok csontik, láncruhában, tökkel a fejükön és íjjal lövöldöznek, ez nagyon nem első világháború. De még az íj az úgy el is menne, hogyha legalább katonafejük lenne, és olyan bőrcuc lenne rajtuk, olyan színű bőrcuc lenne rajta, mint egy katonaruha. De sajnos nem, így láncruhában, az így nagyon fura. Aztán a másik nagy törés az nekem a virág volt. Nagyon ötletes, hogy legyen szöges zsót, és szöges zsótot kell telepíteni, ez így tök jó passzol a világháborúhoz. Viszont nem cserélték rá Resource Pack-ben a virágot, úgyhogy a csata közepén virágot ültetünk. Egyébként az építés az egész jó. A lövészároknak, nekem tényleg megvolt a lövészárok hangulatom. Jó, nem azért, mert voltam lövészárokban, hanem így játékok alapján nyilván, de akkor is adta. Meg voltak későbbi is egész jó építmények, de sajnos úgy az egészet nézve nagyon sok helyen törte a hangulatot, hogy nem csinálták háborúsabbá a textúrákat. De nehogy félreértsetek, ezt nem úgy értem, hogy mindenképpen resource packet kellett volna hozzá csinálni, csak például nem így felöltöztetni egy csontvázat. Tehát ezek voltak a nyertes pályák, illetve azok, amiket úgy éreztem, hogy érdemes egy-egy mondat erejéig megemlíteni. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a nyereményjátékban, élvezett volt végigjátszani a pályákat, főleg azokat, amiket egy kicsit jobban kidolgoztatok. Öröm volt így visszalátni a szerkezetet, hogy milyen kreatívan felhasználtátok. És nem utolsó sorban remélem ti is élveztétek, hogy építettek valamit, tehát hogy megvolt az alkotás öröme. A videóban bemutatott pályák linkjét egyébként ott megtaláljátok a leírásban. Ha szeretnétek saját szemetekkel látni, közelről kipróbálni ezeket az alkotásokat, akkor letölthetitek. Még egyszer gratulálok a nyerteseknek, a kézükön nyomódjon!